egyébként a néprajzosnak, hogy ezekkel azt kell megkeresni, hogy mi volt előbb, és akkor minden más lekerül a bontani, és akkor rendbe kerül nagyjából az egész. Mert hát ennyi volt, hát a 70-es években mindent átépítettek, mindenbe belebabráltak. Hál' Istennek ebben a házban viszonylag keveset bántották. Na most a lényeg az, hogy ezek ilyenfajta móddal épülnek meg akkor, ők a akkori új gazdagok, nem mondjuk ki őket. Szóval ők a, nekik van pénzük, és mindenből berendezésben is igazából a legjobbat akarják. Mi ugye a Monarchia történelmi könyveit írjuk, és most a konyhában pedig mindenféleket csinálnak meg az asszonyok, úgyhogy most nem azt a legszokott kertest lehet látni, bár egyébként a kiállítása itt is, mint hogy a skanzenben is elmegy az ember, az egyik házban ugye temetés van, a másikban mit tudom, milyen búcsújjelvédére készülnek, a harmadikban nem tudom mi van. Szóval itt pedig a szilasiak káposztáznak éppen a konyhában, magyarul már gyalulnak, föl van rakva a két karszékre ugye a káposztagyalul, ami kint is van a bejáratnál, és akkor ugye gyalulják a káposztát, de már ugye a bábuk nincsenek híván, de az ugye az egész interjú ugyan összerakva, só ott van az asztalon, de már ugye még vannak a lányok. Ja, és akkor tehát ez maga a konyha, a hátsó ház, amit mondtam, ez a kamara kiállítás. Ja, azt akartam, ott hagytam ugye a történetvonalát abban, hogy Trianon 1920 lényegében a felvidéket elviszi, ezt mindenki tudja, 20 és 38 között Szilason járási központ lesz, Tornai járás központját kapja meg, és lényegében egy ilyen 18 éves rövid ideig tartó viszonylagos fejlődés jellemző a falut, szinte minden születik, főszolgabíró hivatal, tehát hivatalnokok jönnek a faluba lakni.